Ez a Pápavárosi Televízió hírműsora szerdán, köszöntöm nézőinket! 14 ezer négyzetméternyi területet burkolnak be gránitlapokkal a főtéren. A plébánia soron nyomon követhető a munka, a közterület új formája kezd kibontakozni. A múlt héten beszámoltunk arról, hogy lerakták az első szegélyköveket a főtéren. Ma már a nagyobb méretű gránitlapokat helyezték el a plébánia soron. A kivitelező cég vezetőjével együtt Pápa polgármestere is vállalta, hogy az első gránitkövek lerakásában közreműködik. A plébánia sor közel egy hónap múlva készül el, mondta a helyszínen dr. Áldozó Tamás. Május végére egészen a készhez közeli állapotuknak kell már lenniük, és én azt hiszem, hogy ez lesz az az időszak is, amikor mi laikusok egészen biztos képet alkothatunk majd magunknak arról, hogy milyen lesz, amikor az egész tér kész lesz. 14 ezer négyzetméternyi területet fednek le gránit kövekkel a főtéren. Hát a gránit az jó. Három különböző méretűt használnak, kiskocka követ, illetve 50 cm, valamint 25 cm széleset. Ezek a méretű gránit kövek váltakoznak, egy kőről van szó, a megmunkálás adja a különböző felületeket és a méreteket, belőle a kiskockakő pattintott, a szegélyek, illetve a felület az pedig lángolt felület, ez az cél miatt van, hogy télen vagy csapadékos időben ne csusszon. A plébánia sort követően a Korvin utcától a Szent István út felé folytatják a közterület burkolást. Sajtótájékoztatón tiltakozott Erősbulcsú önkormányzati képviselő polgárőrséget bíráló kijelentései ellen a Pápavárosi Polgárőrség elnöke. Bitai Sándor úgy fogalmazott, a jobbikos képviselő által mutatott, tavalyi ballagáskor készült fényképen szereplő polgárőrök szolgálati ideje lejárt, a fotón szereplők társaikat várták, akik még a rendezvény helyszínét biztosították. Az elnök kijelentette, a polgárőrök nem fogyasztottak alkoholt. Súlyos kritikával illette a pápai polgárőrség tevékenységét Erősbulcsú a legutóbbi testületi ülésen és az azt követő sajtótájékoztatón. Az általa bemutatott fotó kapcsán Bitai Sándor elmondta, a jobbikos képviselő igaztalanul marasztalta el a polgárőröket. A polgárőrség reggel 9 órától, mint egy délig volt szolgálatban, akik belül biztosítottak, azok tovább, akik ott várakoztak, azok csak 11-ről 15-ig. A képviselő úr elmondása szerint jó hangulatban beszélgettek. Ott volt a gyülekező, és utána a Jókai utca 11-es irodához mentek. Az, hogy jó hangulatban voltak, gondolom azért volt, mert sikeresen megoldották ezt a feladatot. Nem csak védeni szeretném a mundérbecsületét, de állíthatom, hogy a polgárőrök addig egy kortyalkót nem fogyasztottak, és a szolgálatukban sem. Bitai Sándor hangsúlyozta, a polgárőrök egyszerű emberek, akik szabadidejüket áldozzák fel a bűnmegelőzési, balesetmegelőzési, ifjúságvédelmi és rendezvénybiztosítási feladatok ellátásáért. Ezt a tevékenységet önként és ellenszolgáltatás nélkül végzik. Úgy érezzük, ezért nem elmarasztalás, hanem inkább elismerés illeti őket. Az elnök szólt a dr. Túrós András országos elnököt ért megjegyzésekről is. Mint mondta, korábbi rendőri tevékenységét nem tiszte értékelni, viszont az Országos Polgárőr Szövetség vezetőjeként végzett munkája a polgárőr egyesületek javát szolgálja. 2012-es évben, márciusában a Országos Polgárőr Szövetség küldött közgyűlése, amelyen én is részt vettem küldöttként, egyhangúan őt választotta a polgárőrség elnökének, és reméljük, hogy ezt a feladatot még hosszú évekig fogja ellátni a polgárőrség és a polgárőr társadalom javára. A rendőrség munkáját kritizáló megjegyzéseket Bitai Sándor így kommentálta. Pápai állampolgárként örülök neki, hogy a pápai kapitányság megyei és országos szinten is ilyen eredményeket ért el. A különböző mutatók viszonylatában megyei szinten első, országos szinten 11. helyezést értek el. Bitai Sándor hozzátette, Pápa nyugodt, élhető város, és ez a rendőrkapitányságnak is köszönhető, akikkel a Pápavárosi Polgárőrség és a közterületfelügyelet is szorosan együttműködik. A februári bébi ételosztás sikerén felbuzdulva újabb osztást szerveztek az ESZI családsegítés munkatársai. A hosszú lejáratú termékeket a 4 hónap és 10 év közötti gyermeket nevelő családok vehették át a mai nap folyamán.
A Teuton lovagrend képviselője az utóbbi néhány hónapban számos alkalommal juttatott bébi élelmiszert településünkre. A nagy mennyiségű, kiváló minőségű adományból jövedelemre, szociális helyzetre való tekintet nélkül bármely kisgyermeket nevelő család részesülhetett. Ezek olyan termékek, amit a nagyobbak is meg tudnak enni és inni, mert gyümölcsös termékek. Ezért úgy hirdettük meg a városban, hogy akik 10 éves korig gyermek, kiskorú gyermeket nevelnek a családokban, mindenki jöhet rászorultságtól függetlenül. A bébi ételosztás egyre népszerűbb a családok körében. Februárban közel 1000 gyermek részesülhetett az adományból. 10 raklap körülbelül a mai mennyiség, amit ki tudunk osztani. Ezek gyümölcsös bébi italokból, ételekből, gyümölcspépekből tevődik össze, kekszes pudingokból. Gyerekszámtól függően kapnak, egy-egy gyerekszámra meghatároztuk, hogy ki mennyit kaphat, és akkor úgy van beszorozva, felosztva. Az áprilisi osztás alkalmával egy gyermekre 16 darab barackos körtés, 6 darab piros gyümölcsös bébipép, 12 darab főzelék, 24 darab kekszdara és 15 doboz bébi ital jutott. Az országos középiskolai tanulmányi verseny már több mint fél évszázados vetélkedő, 1957-ben élett újjá egy korábbi nívós szellemi versengés utódjaként. Az OKTV ma is a legrangosabb megmérettetése a középiskolás diákoknak, pluszpontokat, elismerést jelent minden tantárgyból az országos helyezetteknek. A Pápai Református Kollégium gimnáziumának diákja, Böröcki Dezső magáénak tudhatja ezeket az előnyöket, hisz második lett a történelem OKTV-n. Böröcki Dezső a 11. B diákja, felkészítő tanára pedig Pál Judit. Belátogattunk az osztálytörténelem órájára, ahol azért nem csak Dezső, hanem társai is képben voltak a tananyagot illetően. Megtudtuk, hogy az országos versenyben második helyezést elért diák kedvence a magyar történelemből az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, az egyetemes történelemben pedig a gyarmatosítás. De természetesen nem csak ezekhez kapcsolódtak kérdések az OKTV-n. Az első fordulóban rövid válaszokat vártak a kérdésekre, a másodikban esszét kellett írni, a harmadik volt a szóbeli rész. Gyakorlatilag a középiskolás tudásukról, a középiskolában megszerzett tudásukról tesznek bizonyságot a gyerekek, és a második fordulóhoz úgy gondolom, hogy ott már nem elegendő a középiskolában megszerzett tudás, ott már a szakirodalmat mélységében ismerni kell. És az elit klub, az a 30 fő, akik a döntőbe bekerülnek, az a harmadik forduló, de közben egy pályamunkát el kell készíteni. A harmadik fordulóban két próbatétel várt a diákokra. Egyrészt neves történészek előtt kellett számot adniuk tudásukról, másrészt a pályamunkájukat kellett megvédeniük. A refis diák az udvari írószervek és bíróságok Nagy Lajos korában címmel írta dolgozatát. Nem könnyű téma. Nagy Lajost egyébként is szeretem, mint uralkodót, és ez a téma pedig kihívás volt, mert nagyon kevéssé van feldolgozva, kevés hozzá az irodalom is. Hogy értékelték egyébként ezt a dolgozatot? Maximális pontszámot kapott. Dezső az országos második helyel 80 plusz pontot szerzett. Igaz, érettségiznie kell, bár ez valószínűleg nem jelent majd számára problémát. A Petőfi Sándor Gimnázium 10. alkalommal rendezte meg a Bekemanó matematika versenyt. A megmérettetésre a város középiskoláiból összesen 48 diák jelentkezett. Ő Bekemanó, a pápai születésű matematikus, akiről 10 évvel ezelőtt a Petőfi Gimnázium matematika munkaközösségének pedagógusai elnevezték a városi középiskolai versenyt. Bekemanó éppen 150 éve született, 1862. április 24-én Pápán. Matematikus volt, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és abban az időben jelentős szerepet játszott a középiskolai matematika oktatás megreformálásába. A matematikai tehetség gondozás egyik lényeges területe a verseny, illetve az azokra való felkészülés. Így a Bekemanóról elnevezett megmérettetéssel is csak nyertek a résztvevő diákok. A versenyre a város középiskoláiból évfolyamonként 3-3 tanuló nevezhetett. A feladatsorokban voltak könnyebb és nehezebb feladatok is,
melyekre másfél órájuk volt összesen a diákoknak. Nagyon változatosak a feladatok. Minden évfolyamon a feladatsor 5 feladatból áll. Az első néhány feladat az olyan, hogy minden olyan tanuló meg tudja oldani, aki az átlagosnál jobban érdeklődik a matematika iránt. Az utolsó feladatok pedig olyanok, hogy a jól felkészültek közül is a legjobbakat ki tudjuk válogatni. Például a 9. évfolyamos feladatsor, az kicsit játékosabb, gondolkodtatóbb feladatokból áll, a végzősök feladatsora pedig kicsit már ráhangolódása az emelt szintű matematikai érettségére. A 48 megoldott feladatsort a Petőfi Gimnázium matematika tanárai javítják. Eredményeket a jövő hétre ígértek. Erdőmérnökökből, botanikusokból, az Országos Erdészeti Egyesület tagjaiból, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanáraiból álló szakmai kuratórium a Zselnice megyet választotta 2012-ben az év fájának. Ez azt jelenti, hogy a szakma nagyobb figyelmet szentel a fának, az erdészeti ismeretterjesztés kiemelt témájaként kezelik. A Zselnice megy most virágzik, Pápa környékén, Kub határában is. A kupi erdőn a zöldbe boruló fák közt messziről feltűnő látványa virágzó Zselnice megy, vagy egyik népies nevén májusfa. A fürtökben lógó virágok kellemes illatot árasztanak. Zselnice megy a erdei fafajok közül egyik legkorábban virágzó, április közepe, április vége. Hát most így április 20-a környékén találunk innen az erdőbe virágzó példányait. Érdemes is ilyenkor kimenni és felkeresni akár a kupi erdőben, mert még a lombos fák fakadása is nagyon az elején van, tehát messziről is észre lehet venni a virágzó egyedeit. Hát emiatt is lett vélhetően májusfa a népies elnevezés, hogy május elejére. Tulajdonképpen májusfát is lehetne igazából állítani belőle, de azt azért nem javasolnám, hogy vigyük ki az erdőből haza. Nem olyan méretes, hogy érdemes lenne. A Zselnice megy fanyar gyümölcsét madarak, vadak fogyasztják, emberi tápláléknak nem ajánlják, őshonos fafaj Magyarországon. 2012-ben az év fájaként kiemelt figyelmet fordítanak a közvéleménnyel való megismertetésére is. Év fájáról beszélünk, de tulajdonképpen egy fafajt választanak, tehát nem konkrétan egy fát, egy nevezetes fát, hanem egy fafajt, és így esett aztán az évek során ugye sorban több fafajon keresztül idén a Zselnice megyre a választást. Az Országos Erdészeti Egyesület első alkalommal 1996-ban választott évfáját. A mozgalom célja, hogy a hazai erdők kevésbé ismert fafajait mind a szakmai, mind a nagy közönség számára bemutassák, közelebb hozzák. Az adott évben az erdészeti ismeretterjesztés, az erdei iskolaprogramok, tanulmányi versenyek és a szakmai kutatások kiemelten foglalkoznak az évfájával. Holnap már sokkal melegebb lesz, időjárás jelentés következik. Csütörtökön már több órás napsütésre, kevés felhőre van kilátás, főként a Dunántúlon gyakran megélénkül, olykor megerősödik majd a déli szél. Erős felmelegedés kezdődik, reggel 7 fok körüli értékeket mérhetünk, a maximumok pedig 19 és 24 fok között alakulnak. Kedves nézőink, ez volt a Híradó szerdán, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!